Hey! Sziasztok! Ez itt a Bazsi túrák. Hát ilyen szerkóba se láthattatok még. Viszont 2 éves a Bazsi túrák, úgyhogy ebből az alkalomból, ahogy talán látható is, bringázni fogunk. Viszont már most szólok, hogy ez egy mindenféle hozzáadott tartalom nélküli örömbringázás lesz. Viszont aki kíváncsi rá, hogy fog kinézni a bab egy adása, azt tartson velem, hogy mi az a bab, Bazsi a bringán. Na jó, nem bab lesz a neve, hanem mondjuk kebab, kerékpáros Balázs, bringatúrái. Na jó, a névválasztással még ráérünk. Én azt mondom, hogy induljunk el. A mai helyszínünk akár még ismerős is lehet, hiszen rögtön a második videón itt jártunk. Tőlem balra húzódó csácsi havasokban, jó, hát így, hogy csácsi havasok, csak néhány helyi túrázó ismeri. A Zalaegerszeg keleti határában lévő, hát ilyen dimbes-dombos külvárosi részről van szó. Ott húzódik ugyanis a Horhosok útja nevezetű turista út, amelynek 3 változata van, 3 hosszúságban áll rendelkezésre. Mindhárom útvonalon gyalogosan és kerékpárral is végig lehet menni. Mi most a leghosszabb útvonalon, a piros útvonalon fogunk menni, legalábbis részben, úgy 85%-ban ugyanis. Hát néhány általam kevésbé kedvelt szakaszt kivettem belőle, és bringával nem igazán, vagy csak nagyon nehezen teljesíthető részekről van szó, úgyhogy az kimarad, de hát most úgyse az a lényeg, hogy pontosan kövessük az útvonalat, hanem hogy bringázzak egy jót. De jó, nem szeretem az ilyen öncélű videókat, de hát néha 2 évente egyszer ki kell szolgálnom saját magamat is. Na, úgyhogy ez lesz ma, körülbelül 20-22 kilométert fogunk megtenni a tervek szerint, tehát nem egy hosszú túráról van szó. Ez itt a Válicka patak, itt esetleg érdekel. Ez tehát Zalaegerszeg Csács városrésze, és ettől a táblától indul a mai túránk Horhosok útján. Látszik a piros túra, 23 km, 590 méter szinttel, ami azért nem is kevés. Ennyi emelkedő után rögtön egy jó kis nejtmenettel kezdjünk, hogy aztán felkapaszkodjunk oda a szemben lévő gerincre. No. Szurkoljatok, hogy ne jöjjön szembe sem. Maga a túra útvonal, itt tulajdonképpen 3 egymás mellett párhuzamosan futó dombháton, illetve a köztük húzódó mély völgyeken vezet keresztül, szóval nem véletlen ez a közel 600 méter szint emelkedés. És vagy fölfelé megyünk, vagy lefelé, illetve
egy-egy szakaszon vagy fönn a gerincen, nevezünk gerincnek, vagy lenne a völgyben, ugye a Zalai-dombság területén járunk, talán nem meglepő, amire jellemző az, ami kicsiben megfigyelhető, tehát a egymás mellett párhuzamosan futó dombhátok, észak-déli irányú dombhátok, és köztük, hát mondhatjuk, hogy mély völgyek. Amúgy ez a bringázás nem újdonság, csak csatornán, tehát én már régóta bringázok. Előbb volt a bringa, mint a túra, de erről majd később, és nem itt a fölfelé nem mesélek. Viszont ehhez kapcsolódik, hogy hát egy elég nagy kiagyás után kezdtem most újra bringázni, úgyhogy már az ilyen lapos emelkedők is eléggé kifognak rajtam. Hát nem bírom röviden. Hiába a rendszeres futás és túrázás heti több alkalommal. Jó, a túrázás nem mindig, de futás több alkalommal. Ez nem ugyanaz, tehát teljesen más erőllét szükségeltetik a bringázáshoz. És persze ez fordítva is igaz. Mondjuk múlt hétvégén, pár nappal ezelőtt itt már mentem egy próbakört, ugyanezen az útvonalon, akkor jobban nehezemre esett az emelkedő. És mondhatjuk, hogy az alatt már fejlődtem, vagy hát egy bringázás után, ugyanis összességében ez a harmadik köröm ezen a bringán, ami hát nem túl sok. És azt nézzük, hogy szerintem több mint két éve nem tekertem terepen, pláne nem túl sok. Itt viszont már muszáj leszállnom. Közben itt rögtön egy horhosban találjuk magunkat. Ugye erről kapta maga a turista út, túraútvonal is a nevét. Ez a horhos, löszmély út. A Zalaegerszegnek ez a része, ez olyan vegyesben pihenő és lakóövezet, hogy azt mondanám 50-50%-ban oszlik meg ez a dolog. De hát ezt csak így én megfigyeléseim alapján mondom, mert javarészt inkább ilyen pincék vannak itt, meg hétvégi telkek, de sokan felköltöztek ide, ami hát ha megnéznénk a kilátást, de most képernyőn biztos nem látszik, de én látom. Érthető, hiszen már innen nagyon szép a kilátás. Na, talán innen. Az előbb még ott voltunk lenni. Fénykoromban itt föltekertem volna, de hát ez most nem épp fénykorom. Még csak nem is a fénykoromat idéző időszak. Fú! Na jó. Úgyis tiszta építési törmelék az út. Minden bringás nagy barátja az építési törmelék. Ugye egy Zalaegerszegen minden rendes embernek van egy hegye. Én, amit itt jobbra-balra látunk, az mind egy-egy hegy. És akinek nincs hegye, az nem is ember. Gyakorlatilag. Nem igazi Zalaegerszeg, akinek nincsen. Csak amolyan gyütment. Visszatérve kicsit erre
csácsi havasok kifejezésre át. Nyilván nem azért ez a neve, mert ezek a dombok ilyen magasak. Hát ha jól emlékszem, még a 300 métert se érik el, 270 vagy 280 körül vannak. Viszont hát itt helyi szinten, meg a meredekségükkel, hát mondjuk azt, hogy tűnhetnek hegynek. Hát havasoknak nem, de hegynek. Miközben itt látható talán, hogy remekül ki van táblázva az útvonal, majdnem, hogy egész végig. Azért mondom, hogy majdnem, hogy mert néhány helyen sajnos már le van törve tábla. Na, lejtőzés következik. Semmi. Persze majd bringát is bemutatom, hiszen az új szerzemény. Nem csak maga a bringázás, mint túra, nem újdonság. A csatornán, a bringa is új, nem csak a csatornán, nekem is. Úgyhogy majd néhány szót ejtek róla, csak nem most. Fék az jó, az mondjuk elmondható már most. Balra tőlem pedig dábszalvasok szoktak lenni. Hát biztos most is vannak, csak fák között hűsölnek. Nem tudom, mennyire látszott. Hát most meg ki kell tapasztalnom, hogy egy mellkasomra van felelősítve, egy mellkas hevederrel a GoPro. Fogalmam sincs, hogy... Tehát a fogalmam van nagyjából, hogy mi látszik, de azért pontosan nem tudom, hogy hogy kell irányítom a felső testem, hogy az látszódjon, amit szeretnék, ha látszódna. És akkor most ugye átbuktunk az első gerincünkön, és most már jön a második. És itt vannak a francba. Á, ott a fák között. Itt voltak, most szaladtak el a nem szarvasok, ahogy megláttak, vagy meghallottak. Ah, fene. Hát mindegy, semmiképpen se fog látszódni. Na, szóval az útvonal egy igazi hullámos út. Földre megyünk folyamatosan. Lehet, ugye ezt már mondtam. És azért javarészt egy szép természeti környezetben, vagy hát ilyen szép, félig meddig beépített, félig meddig lakott, félig meddig pedig erdős részeken vezet az út. Hát, ha minden jól megy, nem azt mondom, hogy minden jól megy, ha minden bizonyos szervek tervei szerint halad, akkor nem sokáig lesz itt ez a szép környezet, az egészet. Hát majdnem az egészet, pusztulás fenyegeti, de erről majd kicsit később, meg hát ünnepi az alkalom, nem akarom itt elrontani a saját kedvemet se, de ugye, hát sajnos a politika mindenhol képes felütni a fejét, még itt az erdőben is. Inkább úgy mondom, a politikai
érdek, változatosság kedvéért megint fölfele kapaszkodunk, és még csak 4,5 kilométer telt el. Jó, most jön egy kis kevéske lejtmenet, de aztán megint fölfele megyünk, hogy aztán jöjjön az egyik legjobb, leghosszabb lejtő az útvonal, legalábbis bringás szempontból mindenképp jó. Na hát ezek azok a helyek, ahol meg se próbálok feltekerni. Most még. Egy gyalog is nehéz. Na, az óra szerint már meg is van 180 méter szint az 590-ből. Itt nagyjából egyben ilyen 60-70 méterek vannak mindig egymás után. Úgyhogy gyorsan gyűlik. Két emelkedő után is már ennyi. Hát oké, az erőlétem az oda van, viszont lefelé még mindig szeretek menni. Nem mondom, hogy tudok, bármikor pofára esetek bármelyik pillanatban, de szeretek lefelé menni. Ilyen klasszikus bringás mondás szerint fölfele nem bírok, lefelé nem merek. Erre majd mindjárt kitérek. Itt is egy jó kis mély horhos. A nézelőd is sajnos nem érek rá. Jó kis homok. Na, szóval fölfelé nem bírok, lefelé nem merek. Hát igen, én valahogy mindig is így voltam a bringázással. Ugye annak idején, még ifjú titán koromban, 2001-2003 környékén, még versenyeztem is, mountain bike-oztam. Hát olyan 2-3 éven keresztül talán a Magyar Kupa futamokon, meg országos bajnokság futamain indulgattam, már mindenféle nagyobb eredmény nélkül. Már egyszer voltam negyedik, ha jól emlékszem. Magyar Kupa futamon Csillebércen, jól mondom. Na mindegy, hát nem hagytam mély nyomot a magyar bringás sportban, az biztos. Aztán utána átnyergeltem az országútira, de ott igazából már nem indultam versenyeken, talán egy-kettő ilyen helyi jelentéktelen néhány fős versenyen. Na, sose szerettem igazán edzeni, komolyan, keményen. Túl sok minden érdekel ahhoz, hogy csak egy valamivel foglalkozzak, szóval már csak ezért sem vittem sokra. Viszont hobbinak megmaradt, és hát gyakorlatilag azóta, mondjuk, hogy 2000 óta, tehát már 22 éve lassan, te jó Isten! 22 éve bringázok folyamatosan hobbi szinten. Hát volt Montim és országúti bringám is egyszerre nagyon sokáig. Aztán a Montimat egy Trek 8500-as. Egy teljesen egyedi bringa volt, én raktam össze. De a Vázas Trek
Trek 8500-es volt, hát ez egy ipari műremek volt az a váz. Az ember ránézett, és csak nézte, és nem bírt betelni. Olyan szép volt a megmunkálása, meg a festése is. Na mindegy, ezt eladtam 2018 végén, vagy 19 elején, nem is tudom már. Aztán utána volt, vagy hát részben mellette, és akkor utána már csak a Rose, vagy Rose, országúti bringám volt. Na, azzal bringázgattam sok helyen, ilyen híres hágautakat is megmászol, mint például Transfogaras, vagy a Transalpina, ugye ezek Erdélyben vannak, illetve a Bucsecságó, vagy Bucsecságó út, szintén Erdélyben, illetve az már azon túl, mindegy. Még előtte még a másik országútimmal a Grossglockner Hochalpenstrasse-n is föltekertem, meg ott tekergőztem egy kicsit. Szóval az ilyen kihívásokat szeretem, de hogy én egy héten 3-4-szer tekerjek meg a hosszú távokat, hát az valahogy nem. Nem az én világom. Na és akkor odáig fajult ez a nem az én világom dolog, hogy az elmúlt 2 évben szerintem egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányszor bringáztam, de úgy, hogy komolyat nem tudom, minimum 20 kilométert, mert úgy értem a komolyat, hogy minimum 20 kilométert. Hát nagyon eltávolodtam a sporttól, jó munkába bringával szoktam járni, de hát az nem számít. Na, úgyhogy most kicsit visszatérünk a gyökerekhez. De majd kicsit később folytatom. Igen is megint emelkedünk. Hogyha térképen nézzük fentről, akkor a legkeletibb gerincre kapaszkodunk most fel. Na szóval az elmúlt 2 év azért egy elég nagy kihagyásnak számít minden téren, megkopott már nem csak az erőlétem, a technikám is, ami mondjuk sose volt sok vagy túl jó, de hát azért érezhetően jobban fosok a bringám, mint előtte. Viszont ugye az elmúlt 2 évben azért egy videó kapcsán elég sok helyen jártam, ugyebár. És nem volt olyan túra, hogy lejutott volna eszembe, hogy hú, na most bringával lennék, vagy de jó lennék bringával jönni-menni. Úgyhogy már nagyon érett ez a dolog. Sőt, mikor nemrég eladtam az országútimat, pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel, hát 1-2 hónappal ezelőtt, nem volt bringám. Tiszta rosszul voltam, hogy mi az, hogy nekem nincs egy darab bringám se, mikor az elmúlt a többi 20 évben mindig volt minimum 1, hanem 2. Úgyhogy abban is tudtam, hogy ez nem egy járható út, a bringa nélküli út számomra. Viszont most az, hogy itt bringázok, ez nem azt jelenti, hogy ezután csak is bringázni fogunk. Ez azt jelenti, hogy bringázással színesítem kicsit a felhozatal, de nem nyergedünk át a bringás túrákra. Senki ne jegyjen meg, vagy senki ne örüljön. Hát attól függ, ugye? Na, fönn vagyunk a gerincen. Hát nem tudom, mi látható, de innen is jó a kilátás. Keletre és nyugatra is. Még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy én sosem szerettem, nem csak nem szerettem, nem is bírtam soha ilyen hosszúakat tekerni, tehát ilyen 80-100 kilométer egyszerre. Az nekem egyszerűen sok, legalábbis. A végére már, sőt nem a végére már, úgy 40 kilométer után úgy vagyok, hogy sokkal jobban fáj, meg sokkal
inkább kellemetlen, mint amennyire jó, meg élvezetes maga a tekerés. Úgyhogy ilyen epikus túrákra senki ne számítson, mint amiket akár Kobrankó, Passó, Bringábor, Biciklis Józsi, Bandi bácsi és a többi bringás túravideós, jó, mondhatom talán, hogy kolléga csinál, nekem egyszerűen ahhoz nincsen seggem. Viszont, meg ugye a bringa sem arra való, tehát ezzel országúton hosszú távon gyorsan biztos nem lehet menni. Szóval jót adottam, hogy viszont, tehát viszont de rövidebb, rövid, de látványos, de velős, de terepbringázások, azok várhatók. Tehát ugye nem országúton fogunk menni, inkább erdei utakon. Ebből is következik, hogy olyan hosszú távokat nyilván egy nap alatt nem tudok megtenni. De jól néz ki. Arra is, meg arra is. Meg hát ilyen se lesz, hogy nyilván ebből a műfajból kifolyólag, hogy most mit, megint a többi túravideósra utalak, tehát ilyen se lesz, hogy egy kézzel kormányzok, egy kézzel meg kamerázok, tehát azért most akár egy ilyen úton is kivitelezhetett, nem főleg a közben haladni is akar az ember, de hát itt most ilyen jó 5-6 centi mély homok van, lassítsunk is, szóval azért a többi túravideós, biciklis túravideós videójától, videóitól ez el fog térni. De hát nem baj, remélem. Ugyanúgy lesznek ilyen látványosságok, akár a gyalog túráimon, tehát ez ugyanúgy megmarad. Jó, a mai túrán nem, de hát ez csak ilyen kis bemutató jellegű filmecske. Tehát ugyanúgy lesznek érdekességek, érdekes helyek. Hú, ez első emelkedő lesz, ahol már felbírok tekerni teljes egészében. Ah, na, ez az bazsi. Egy többnapos túra meg a bazsi túrák módra úgy fog kinézni, hát nem úgy, hogy csomaggal megyünk, és akkor sátrazunk, és fölkelünk, és megyünk tovább, hanem elmegyünk valahol autóval, és mondjuk lesz egy-két nap, amikor bringázunk, ilyen csillagtúraszerűen, többi nap meg gyalogtúra lesz, legalábbis most még így képzelem a dolgot. Tehát ilyen többnapos bringatúra se lesz. Ezzel azt akarom mondani. Legalábbis ez a klasszikus többnapos bringatúra. Egyelőre még nem lesz, de majd ki tudja, ha öreg leszek és nem bírok gyalogolni, csak bringázni, akkor még az is lehet, hogy ilyen Kobrankó módra fogunk menni. Most itt azért álltam meg, mert akarok néhány fotót csinálni. Na, ezzel megvagyunk. És jön a következő jó kis lejtmenet, ez a kedvencem. Most leérünk a Zala folyó völgyébe. Itt a Zalai dombság ezen részének az északi határa. Itt szakad le a Zala folyó völgyébe hamarosan. Petőhenye településre érünk be egyébként. Ez már egy fokkal technikásabb, hát technikásabb, kicsit mélyebb vízmosások lesznek az úton, meg kicsit meredekebb lesz, ennyi igazából. Hú, de jó, ez mondjuk nagyon hiányzott ebben a két évben ez a, sőt már előtte, amíg kevesebbet mountain bike-oztam, ez a száguldás, egészen más, így az erdőben, mint mondjuk aszfalt úton,
országútival, teljesen más érzés. No. Lefelé. Szúró szerep. Na és akkor itt egy kicsit lassítunk, mert ez nem olyan egyszerű. Jó, nem is olyan nehéz. De mondjuk itt ez. A fülembe ment egy bogár. Ja, meg mondjuk itt ez a rész. Ez egy tiszta homok ráadásul. Buah. Ami egyébként így rögtön így arcon csapott, mikor felültem erre a bringára, és majd mindjárt beszélek a bringáról. Ugye ez egy 29-es, tehát 29-es kerekek vannak rajta. Az előző Montimon 26-osok voltak, tehát az még a régi stílus volt. Ja, most már ugye ez az új divat, hogy minél nagyobb kerekek. És hát ha engem kérdeztek, van létjogosultsága, és úgy lehet vele hasítani terepen, nem csak lefelé, hanem egyszerű síkon is, hogy csak na. Tehát nagyon-nagyon gyors, és nagyon jó a gördül. A gördülékenysége nagyon jó ezeknek a nagy kerekeknek. Még ilyen két bárra fújt, majd hogy nem laposnak számító kerekekkel. Azért mondom, hogy majd hogy nem, mert ez 26-os bringán laposnak számítanak tulajdonképpen, de semképpen se keménynek. Viszont ezeken a nagy kerekeken ez a két bár, ez a mondhatni pont jó, pont ideális. Alattunk az alavölgye, talán látható. Mi pedig továbbra is hasítunk lefelé, és ez itt már Petőhenye település. Van néhány kellemetlenül belógó ág. De benézünk. Ugye ez itt jobbra, Petőhenyei Makovec templom. Ugye egy a millióból, most úgy mondom egy a millióból, de hogy sok van ugye az országban a Makovec templom, mégis hiába van sok, mindenki megismeri, hogy ez egy Makovec templom. Na mondjuk ebben itt most nem tudom, mi volt az összefüggés, hogy sok van és könnyű megismerni, tehát nyilván sok van, könnyű megismerni. Na mindegy, lényeg, hogy Makovec templomot azért még az építészetben kevésbé jártas emberek is könnyedén felismernek a sajátos stílusáról. No, és itt most majd változtatunk kicsit az útvonalon, nem a piroson fogunk menni, hanem ha jól emlékszem a kéken. Ami... hol is megy be? Ja nem, a piroson megyünk mégiscsak. Igen, a kék megy tovább. A piros megy itt be. És akkor most majd megint két gerinc között a völgybe fogunk haladni, most észak-dél irányba. Változatosság kedvéért. Na és akkor a bringa, ha már az előbb belekezdtem, szóval nagyon-nagyon jó, nagyon kényelmes, és nagyon-nagyon szörnyű ez a látvány. Ugye erre már utaltam, de majd mindjárt kicsit később még beszélünk. Ugye itt ezek ilyen régészeti ilyen áskálódások, ilyen kutatógödrök. És hogy miért vannak itt, és hogy mi a terv ezzel a szép, dimbes, dombos, erdős vidékkel, ezt tényleg majd mindjárt, de előbb a bringán. Zongorázunk még. Ez egy róz, vagy róze. Nemrég jöttem rá egy videót nézve, hogy ezt nem róznak ejtjük, mint a rózsát, hanem rózénak, mert ez egy név, egy német név. Ugye ez egy német márka, ez a róze. Ez a Count Solo 2.
van 1-2-3, ez a három változat ebből a Count Solo-ból, ez a, hát ez a tulajdonképpen egy belépő szint a Rose mountain bike-ok világába, és ez a kettes nyilván középen helyezkedik el, a második legdrágább vagy legolcsóbb, attól függ, honnan nézzük, ezek aluvázas bringák, ez a közös jellemzők, és viszonylag pénztárcabarát bringák, de az összes Rose bringáról elmondhatjuk tulajdonképpen, legalábbis az alsó kategóriákról, hogy igencsak pénztárcabarát, és igencsak jó felszerelést, vagy felszereltséget kínálnak. De rondán néz ez ki. De rossz. Basszus. Hát elnézést, nem jártam itt ezen a részen azóta. Illetve hétvégén, mikor itt tekertem, ezt a részpont kihagytam. Gyerekek. Micsoda pusztulás lesz itt. Ugye a Zalaegerszeg mottója, hogy megtalad a jövőd, de megtalad a pusztulást, inkább én úgy javítanám ki az esetben. Megtalad a pusztítást, a szándékos természet pusztítást Zalaegerszegen, illetve a környékén megtalálod. Ha nem keresed, akkor is. Na, jön egy pados, reméljük lelassít és nem ver pofán minket a porral. Nem lassít le. Jó, mondjuk nem tehet róla. Hát mindenhogy szállna. Ja, na visszablingálsz még egyszer. Tehát Rose Count Solo 2, aluvázas bringa. És hát akkor vegyük sorra. Menjünk a nagyobb alkatrészektől a kicsik felé. Hát, ha valakit érdekel, a váz maga az, hát szintén mondhatjuk, hogy egy büdzsékivitel, ugyanis a manapság divatos belső kábel elvezetés, tehát a bobdenek, bobden házak kívül futnak, nem belül a vászcsőben, ahogy az már lenni szokott a legtöbb ringen, hát kívül, hát nem baj, könnyebb szerelni, illetve van ezen a bringán még első váltó tartó konzol is, miközben a három Count Solo közül egyik változaton sincs első váltó, most ha jól emlékszem, de ugye ez a váz, egy korábbi évekről megmaradt váz, amennyire én figyelgettem. Közben nagyon szép a táj. Figyeljük. Hát nem mindegy, szóval rajta van az első váltó tartó konzol, ami hát annyira nem szép, de mindegy, hát elfér tulajdonképpen. Itt balra megyünk. A váz festése nekem nagyon tetszik. Hát vaciláltam e között a szürke között, és a hát ilyen furcsa kék között, mindkettőt tetszett, bevallom, de egy kis segítséggel aztán ezt a szürkét választottam inkább, de nem bántam meg, sőt, nagyon tetszik, olyan matt szürke, olyan antracit szürke, de mégis olyan kicsit olyan fényes, csillogós. És ugye mellette van ez a neonzöld kiegészítés, díszítés, de feliratok neonzöldek. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. És ugye mellette a első teleszkóp, ami ugye tök fekete, baromi jól néz ki, jó párosítás a kettő. Ez egy RockShox Judy levegős csillapítású, 100 mm-es rugóúttal rendelkező első villa. Hát eddig jól működik, nincs panaszom, de hát ezen a három úton még igazán nem is próbáltam ki a határait, mondhatjuk így. Kerékszett az, hát valamilyen Shimano, valami, nyilván nem a legdrágább, nem is a legolcsóbb olyan, az a használható középkategória szint, vagy alsó középkategória szint, meg inkább. A hajtás, a SRAM, ugyanúgy, ahogy a váltórendszer is, SRAM SX Eagle, ez a SRAM-on belül ez a, hát így a belépő szint, mondhatjuk, a Monti kategóriában. Szeretem, mikor megköszönik, hogy lehúzódok bringával, és ők is lehúzódnak, és lassítanak. Szóval, SRAM, vagy SRAM hajtás, illetve váltórendszer van.
És ami hát számomra meglepő volt, mikor kibontottam a gépet, illetve rögtön elsőre fel se tűnt, az a fék. Ugyanis a gyári konfiguráció szerint, meg magán a weboldalon, tehát mikor megrendeltem a leírásban, a fék, ez Shimano, nem is tudom, Alivio vagy Altus, nem tudom, az a nagyon egyszerű kategória, ugye Shimano fékeken belül, ehhez képest, képzeljétek el, Deore XT fékek vannak rajt. Oké, a féktárcsák azok nem XT, az valami olcsóbb, de maga a fékkar, meg a fék test, talán jól mondom, az Deore XT, ami hát minimum 3-4 kategóriával, vagy szinttel magasabb, mint ami gyárilag lett volna rajta. Ez azért van állítólag, bringaboltos ismerősöm tájékoztatott róla, hogy ez azért van, mert ugye alkatrész hiány van mindenhol, és épp azt rakják fel a bringára, ami kéznél van. De legtöbb esetben valamilyen olcsóbb féket, hát nekem szerencsém volt, az enyémre egy jóval drágább fék került, ez kb. 80 ezer forint egy XT fékszett, míg az, ami rajt lett volna, hát olyan, nem tudom, 20-30, ha jól emlékszem. Tehát azért van különbség árban is, és érezni, hogy teljesítményben is nagyon-nagyon fasz ez az XT fék, úgyhogy azon nem fog múlni a bukás. Na, ő. Na, se nem lassít, se nem megköszöni, oké. Okay. Na hát akkor eddig egy-egy. Szóval összességében ez egy nagyon-nagyon jó bringa, de ugye a rózékról elmondható, hogy jó áron kínálnak jó bringákat. Ez a gép olyan 880 euró volt. Hát nyilván nem lehet mondani, hogy olcsó, viszont ez még mindenképp a megfizethető kategória. Közben itt az a kis patakocska elecske. Ez szintén a megsemmisülés, vagy megsemmisítés határán áll jelenleg. Kormányhivatalon múlik a dolog, és akkor itt térjünk rá erre a kis szomorú részletre a túrával, illetve a környékkel kapcsolatban. Ez a szomorú részlet egész pontosan az, hogy itt ezen a területen egy gyorsforgalmi utat terveznek átvezetni. Annyira terveznek, hogy mint látható az útvonal ki is van jelölve, tehát a régészeti feltárás, az előzetes régészeti feltárás megkezdődött. Na most itt ez a kis patak az úgynevezett csillaghegyi forrásból ered. Ez a csillaghegyi név, ez egy új elnevezés, ugyanis az eredeti neve a forrásnak, hát meglehetősen szalonképtelen, erre majd később. Szóval, hát ugye ez általánosabb elmondható, hogy Magyarországon bármilyen beruházással kapcsolatban is, a legfontosabb a politikai, gazdasági vagy a politikai és gazdasági szempont, de leginkább a politikai, szakmai szempontok azok valahogy mindig az utolsók között szerepelnek, de hát ugye Magyarországon, és azt már egy videóban elmondtam, 2006 óta, ha jól emlékszem, nem létezik, nincs olyan, hogy természetvédelmi vagy környezetvédelmi minisztérium, ami körbenézünk látszik is. No, tehát itt egy forrás, a csillaghegyi forrás, most meg nevezzük így, és itt ezen a területen vezetne át a gyorsforgalmi út. A mondom sem kell, ez az egész erdőterület, ez a jó kis bükkös, ami meglehetősen ritka ilyen magasságon, ilyen tengerszint feletti magasságon, ez is megszűnne, ledózerolnánk a picsába. Már elnézést kérek, de hát így van. És vele együtt a forrást is. Viszont, ugye Magyarországon minden forrás védett. Ha nyilvántartásban van véve, akkor védett a forrás. Tehát azt elpusztítani nem lehet. Viszont ez a forrás, hát és akkor itt jön képbe az, hogy kik és hogyan mérték fel és jelölték ki az útvonalat. Ugyanis ez a forrás itt volt, viszont nyilvántartásban nem volt véve. De tulajdonképpen itt mindenki tudott róla, de valahogy amikor kijelölték az utat, mégse vették figyelembe, hogy itt egy forrás található. Úgyhogy biztos nagyon alapos, mindenféle szakmai szempontot figyelembe vevő
terepbejárás előzte meg az útvonal kijelölését, ahogy ez lenni szokott ugyebár Magyarországon. Viszont szerencsére vannak természetvédő civilek, akik jól ismerik a környéket, tudnak a forrásról, szeretik is a forrást, és hát ilyen magánakcióba kezdtek, hogy megvédjék az éppen előttünk látható rendes nevén Kecskepicsa forrást. És létre is hoztak egy Facebook csoportot, illetve aláírásgyűjtésbe is kezdtek, hogy megvédjék a forrást, amely szemmel látható módon még ebben a rendkívül száraz időben is bővízű. Tehát nem csak pisil, rendesen folyik a víz. Azt nem tudom egyébként, hogy miért pont Kecskepicsa a neve, de ez a neve. Kellemesen hideg, állítólag iható is. Szóval, hát a civilek közbenjárására, most tényleg, hogy ne húzzam hosszúra a dolgot, a civilek közbenjárására ellátogatott ide a Balatonfelvidéki Nemzeti Park néhány szakembere, megvizsgálták, meg bemérték, meg nem tudom, fölmérték, és kiderült, hogy ez a forrás, hát bizony, itt van, mindenféle korábbi híresztelése ellentétben, tehát ugye a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő, mit tudom én, mi a neve, ők nem is akartak tudni erről a forrásról soha, de hát aztán kénytelenek voltak elfogadni a Nemzeti Park állásfoglalás után, hogy itt bizony létezik egy forrás, ami védett, amit nem lehet elpusztítani, lebetonozni, leaszfaltozni, úgyhogy most ott tart a dolog, hogy a kormány hivatalon múlik, hogy engedélyezi-e ezen a nyomvonalon a gyorsforgalmi út megépítését. Úgyhogy most erre vár mindenki, hogy vajon mi fog történni. Hát, ismerve a viszonyokat boríték alatt, hogy mi fog történni, mindenki tudja, úgyhogy el sem mondom, nehogy bevonzzam esetleg én azzal, hogy kijelentem. A jó kérdés, hogy miért itt vezetne egy gyorsforgalmi út ezen a meglehetősen sok szintemelkedésre tarkított környéken, hát azért, mivel lent a völgyben a lakosság leszavazta, nem engedte, hogy ott gyorsforgalmi út épüljön. Hát mondhatjuk, hogy jogosan. Viszont azt is mondhatjuk jogosan, hogy egy ilyen szép erdőterületet sem szeretné senki, hogyha földdel tennének egy elővé, ugye itt jó 20-25 méteres magasságban, illetve mélységben le lenne gyalulva az egész erdő, nem maradna belőle semmi. Forrással pedig az a terv, hogy egy ilyen kis betonozott kifolyó lenne, ez az egész zöld terület eltűnne, és ott egy betonozott kifolyó megmaradna szerencsétlen túrázóknak, meg őzeknek, szarvasoknak, ugyanis itt azok is gyakran megfordulnak. Na igen. Hát ugye a természet, az őzek, szarvasok, bükkfák nem tudnak tiltakozni. Viszont ha ez itt elpusztul, akkor ezt már semmi nem pótolja, még az öltönyös avatárok sem, érti mindenki, avatárok. Kik kivonulnak, és a nem tudom, több száz, meg több ezer négyzetméternyi lebetonozott, leaszfaltozott, letérkövezett terület mellé, amit éppen átadnak, elültetnek 10 facsemetét, mert az tök jól mutat Facebookon, meg az újságban, és akkor nyilván ők a nagy természetvédők szerepében tetszeleghetnek, és milyen jó pofa, hogy az országgyűlési képviselő úr, meg a polgármester úr, meg a többi kabátos emberke ott fákat ültet, miközben egy egész erdei életközösséget pusztítanak el egy út miatt. Na igen, hát ez dilemma. Utak kellenek, viszont az alegerszeket eddig is meg lehetett közelíteni úton, aszfaltos úton. Tehát az én szerény véleményem az, hogyha a lakosság sem akarja az utat, illetve egy ilyen természetközeli területet is el kell pusztítani, akkor inkább ne legyen út. Ez az én véleményem. Hát persze még szóba került az is, hogy
itt a forrás közelében lévő majdnem egy hektár erdőterület, az valamilyen védettséget élvezne és megmaradna, de hát valljuk be, ez már soha nem lenne olyan, mint most, hogyha itt bármilyen utat is építenének a környéken. Na, úgyhogy most így röviden erre ennyit, de hát már így is talán hosszabban beszéltem, mint akartam, vagy mint kellett volna. Kicsit el is ment így a jó kedvem. Sőt, erről még az is lehet, hogy egy külön videó is fog szólni erről az egész dologról, az útépítésről, illetve erről a kecske-picse forrásról. És annak sorsáról, sorsának alakulásáról, illetve a további fejleményekről. Mondom még egyszer, most ott áll a dolog, hogy kormányhivatalra várnak, hogy engedélyezi ezen az útvonalon, a nyomvonalon az építkezést, vagy sem. Érdekes, hogy valahogy, most nem tudom, hogy közigazgatásilag ez a terület hova tartozik, lehet, hogy nem Zalaegerszeg, de az is lehet, hogy igen, hogy úgy nem tiltakozott senki. Tehát a városban elég sokan tudnak erről a forrásról, sokan kirándulnak itt. Nincs kiépítve meg semmi, különösebb infrastruktúra nincs itt, viszont sokan sétálnak erre, gyerekkel, kutyával, stb. És érdekes módon a máskor a természet központú, meg környezettudatos, meg nem tudom, ilyen-olyan színben tetszelgő elvtársak részéről nem nagyon hallott az ember semmiféle felszólalást, hogy hát itt egy forrás, hölgyeim és uraim, itt egy szép bükkös, nem kéne elpusztítani, nem lenne jó elpusztítani. De hát ezek már csak így mennek. Közben egy újabb számomra leküsztetetlen emelkedő. Most már 360 méter szint fölött járunk, tehát szintkülönbség már 360 felül van. Ez eddig megtett. Hát még lesz ez. Ez egy jó hosszú lesz, még nem látszik, de jó hosszú. Meg még egy. Na és akkor erre lehet mondani már, mint az előző témára, miközben megint nagyon szép a környék, hogy hát ugye gazdasági szempontok, munkahelyteremtés, nem tudom, ilyen-olyan cégek ide vonzása, mennyire fontos, a fejlődés a kulcsszó, de hát ugye most már a csapból is az folyik, meg most már mindenki tisztában van vele lassan, hogy olyan, hogy fenntartható fejlődés, hát különösen olyan, hogy fenntartható fejlődés nincs, nem létezik, ugyanis az emberiség már rég meghaladta azt a mondjuk úgy fejlettségi szintet, amit ez a Föld elbírna hosszú távon. Tehát hova akarunk folyton fejlődni? Ez már csak ilyen politikai duma, ez a folyamatos fejlődés, meg fenntartható fejlődés. Meg most is ez esetben milyen áron történne a fejlődés, tehát maga a természet is, vehetjük úgy, hogy egy erőforrás, tehát sok mindenben befolyásolja akár a mindennapi életünket is, az erdő mondjuk, és hát egy gazdasági érdekekből pusztítjuk az erdőket, az semmiképpen sem nevezhető fejlődésnek, legfőképpen nem fenntartható fejlődésnek. Szerény véleményem szerint. Fejlődés az lenne, ha az ember is jól járna, meg a természet is. Ugyanis természetből élünk. Nem árt emlékezni rá. És nem árt nem elfelejteni. Na bocsánat, már kevés az oxigén az agyban. Na jó, de tényleg hagyjuk a témát, mert lelkes természetvédő patriótaként csak még jobban belelovallom magam, és esetleg olyat mondok, amit nem csak megbánok, de ki is kell vágni. Na most felkapaszkodunk a kedvenc helyemre a környéken. Kifejezetten nem érint az útvonal, viszont érdemes felkapaszkodni. Tehát
Henyi-hegyi kápolna, hangulatos kis hely, és nem utolsó sorban, igen, jó a kilátás. Megkérem, az előbb ebből a völgyből jöttünk fel, ugye ott azon a részen van az a bükkös, ami egyakorlatilag pusztulásra van ítélve, meg ott egy sávban valahol, pontosan nem tudom, hogy hol, de gondolom itt valahol itt a völgyben jönne az út, tervek szerint, igen. Hát szomorú, szomorú, nagyon szomorú. Kápolna viszont egy szépen virít. Eddig is szépen virított, és ha megépül az út, azután is szépen fog virítani. Csak kicsit zajosabb lesz maga a környék. Savasodunk, savasodunk, de jól savasodunk. Jó kis mini pincék. Harossal. Az érdekes, hogy ezen a részén a hegynek, ez az úgynevezett hosszú hegy. Itt egy csomó, az előbb az autó is, ami szembe jött, a szlovén rendszám volt. Volt egy német, vannak belgák. Témókus az út közepén. Itt most volt néhány magyar, de mondom, rengeteg külföldi rendszám autó szokott itt parkolni a házak előtt. Ez kemény lesz. Mégse. Itt is egy osztrák. Uff, itt egy magyar fekvőrendőr. Kutya voltam elfoglalva, azt hittem, hogy utánunk jön, de nem. Ludwig Lust. Ludwigs Lust. Tehát itt ilyen, ez is német. Ez ilyen német nyelvi táblák vannak itt. Nagyon érdekes. Meg ilyen kis jópofa kecók vannak. Jobbra meg kilátás. Egy kicsit problémás ez a testelfordulás. Előtt kinézünk. Íme. Szemben Zalaegerszeg, ott nem.
Na és akkor itt balra le. Meglehetősen rossz úton. Eléggé göröngyös. Hogy annyira nem lehet engedni nekik. Na jó, egy kicsit. De nagyon nem. Innentől tulajdonképpen síkon vezet az út, illetve a piros jelzés az még felkapaszkodna a hegyre, ugye a hosszú hegyre, hogy aztán meg irány jöjjön, de a fölfelé vezető út, hát azt nem szeretem, úgyhogy nem megyünk arra, hanem helyette hazafelé vesszük az ide. Közben itt réti boglárka meg odvas keltike mezőkön haladtunk át, nem tudom mennyire látszódott jobbra-balra lent, a sárga a boglárka, a lila meg a fehér pedig az odvas keltike. Na, 455 a szint, még egy nagyon kicsi lesz, nagyon kicsi emelkedő, aztán annyi. Végül is a 600, mennyi volt? 590? Az 590 az életképes. Simán összejöhet. Jobbra tőlünk az alafolyó folyik, tehát nem vagyunk a völgyében. Tőlem balra pedig a hosszan végig, több száz méter hosszan medvehagyma mezők. Ugye a városiak itt szokták, az egerszegiek itt szokták jól megszedni magukat medvehagymával. Itt pedig egy olyan forrás, amit szerencsére egyelőre nem fenyeget semmilyen útépítés. A Mária forrás. Hát ha már erre járunk, nézzük meg, mert jó 100 méteres kitérő mindössze. Íme a mai második forrásunk, hát ez is szépen csordogál a száraz idő ellenére. És ez talán egy fokkal hidegebb, mint a Kecskepicsa forrás. Tehát Mária forrás Szűzmáriával és medvehagymával. De jó medvehagyma szagban most már lehet szedni, csak az a baj, nem érünk rá. Tehát hamarosan végére is érünk ennek a kis örömbringázásnak. Aminek azon kívül, hogy én jól éreztem magam, szerintem nem sok értelme van. Hát az én szempontomban mondhatjuk, hogy ez is bőven elég. Hát aki végignézte, annak azért köszönöm. Jó, mondjuk az egy-két dolog kiderülhetett belőle. Például, hogy mostantól akkor csak bringás videó lesz, vagy mennyi lesz, vagy milyenek lesznek, ha lesznek. Úgyhogy talán ennyibe hasznos volt az egyszerű nézőnek is. Már ki tudja, lehet, hogy van olyan néző is, aki csak szeretne bringázni, vagy régen szeretett bringázni, most valamilyen nem tud elmenni, vagy nincs ideje, vagy már nincs bringája. Az lehet, hogy szívesen nézte, hogy itt tekergészünk. Nem tudhatom. Mindig meglepnek a nézők. Na, a piros útvonal, nem tudom mennyire látszik a tábla, piros útvonal itt felkanyarodna újra a hegyre, még a kék és a zöld útvonal itt most már befut Csácsba, kiindulási pontba visszaér, kb. 1 km innen. De mi most
letérünk még a kékről meg a zöldről is, ugyanis mi ellenkező irányba megyünk, a város felé. Köszönöm. Köszönöm. Szegények, pedig lehúzódtak. Tanárnéni vagy mégis, hogy szitta őket. Na. 21 kilométerrel később véget ér túránk. Hát remélem tetszett mindenkinek, vagy legalább értékelhető volt, ha nem is tetszett. Azért a következő bringás videó már kicsit tartalmasabb lesz, már nem csak arról fog szólni, hogy bringázok és csá, hanem azért lesz valami ismeretterjesztő jellege is, mint ahogy általában bazsitúrák videóknak. Na, úgyhogy ha akartok még ehhez hasonló, vagy ennél jobb bringás videót látni a csatornán, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, kövessetek Facebookon, Instagramon, sőt, TikTokon is, most már nem jutott eszembe mi a neve, tehát ott találkozunk legközelebb, szevasztok!